Forgács Simon jeles katona, a 16. század egyik legkiválóbb hadvezére, mint tudjuk, testvérbátyja Forgács Ferencnek, a volt váradi püspöknek, a hírneves történetírónak, aki 1568-ban letévén püspökségét átment Erdélybe, János Zsigmond szolgálatába. Bátori fejedelemségre jutván, Forgácsot, aki rokona volt, s legmeghitte barátjai közé tartozott, kancelláriává tette. Ő képviselte a fejedelmet való a Henrik lengyel király koronázásakor is Krakóban, 1574. február 21. Könnyen érthető azért, hogy bátja forgát Simon is rokon szemvezett bátorival, és nem helyeselte a császáriak fondorkodását a fejedelem ellen, s felfedezte előtte emezek ellene szőt terveit. A kassai kapitány már 1575 elején tudomással bír, és jelentést tesz arról a császárnak, hogy Forgács Simon összeköttedésben áll bátorival, akit csak nem régen is figyelmeztetett, hogy vigyázzon a felső magyarországi hadi készülődésekre, mert azok neki szólnak. Forgács tehát mindenkinél előbb gyanús volt a császáriak előtt, s midőn Borbé Györgyöt elfogták, főképp azért örülnek ennek, hogy fogságában a már rováson lévő, forgácsféle dologról is kivallatják. A gyanút növelte, hogy forgács Simon Deák Istvánt, a békés szolgáját, kit ő a budai basához ajándékkal küldött, nyílt országúton elfogadta, lovát és kocsiját és magával vitt száz aranyértékű holmiát elvette tőle. A basának szánt ajándékok között volt békés két aranyozott páncélja és sisakja. A kasai kapitány 1576. február 11-én jelenteti ezt a császárnak, és kéri a Deák István kocsia, lova, szerszáma és békés ajándékai forgács által visszaadatását. Forgácsnak ezt a tettét is összefüggésbe hozták az összeesküvéssel. Mert Deák István volt az, aki forgács árulásáról több levélben jelentést tett a Bécsi udvarnál s kinek levelei másolatban az udvarból forgács kezébe jutottak. Deák István 1576. március havában ismételve megerősíti hűtlenségi vágyait forgács ellen, azt állítván, hogy három levelet látott nála, talán bátoritól, amelyekből ő bizonyos az ő árulása. A kassai kapitány tehát őt tartja az 1576-ban felfedezett konspiráció egyik fejének. Az összeesküvés tagjai a magyarországi bátorjak is. Miklós, István és András. Miklós az ecsedi ágból, az országbíró, már a dobó balasaféle összeesküvésben is részesnek tartatott. Keze messzire nyúlt, birtokai nemcsak csak a tiszántúra terjedtek. Az abaúi fűzér vára is az ő birtokában volt. Gyanúsá tette a vérségi összekötetés mellett az, hogy a vajdától három ízben jókora pénzt kapott zsoldosok fogadására, s ő maga is száz lovassal szaporítá rendes őrségét. Hasonlóképpen István, aki amellett minden ingóságát és értékesebb felkelhetőségét, s mint csak lehetett, az erődített ecsedvárába szállítatta, s ő maga a borsodi csicsvárba húzódott. A császáriak szerint azért, mert rossz lelki ismerete mellett fél, hogy utoléri a büntetés. Próbálja csak a császár, tanácsolják, az ifjú bátori Istvánt kassára hivatni. Meglátja, hogy nem fog feljönni, sőt, még csicsvárban is alig fog maradni, mert mindjárt észrevenni abból, hogy praktikájuk fel van fedezve. Az ifjú bátori András házasság által kíván szolgálni az ügynek. Perényi István özvegyét, Dobó Annát akarta nőül venni, bizonyára nagybátyja a fejedelem tanácsára, hogy ők ilyen úton a királyi területet aláaknázzák. Tette hozzá a kassai kapitány, aki a fiatal özvegyhez Perényi György számára kér a császártól ajánló levelet, mert Perényi szolgálatban levő hű császárpárti kapitány volt, aki békést is támogatta bátori ellen, és minden kész pénzét arra költötte, sőt egy arany és ezüst edényekkel rakott drága pohárszékét is eladta, és annak árát is odafordította. Perényi István, ugocsai főispán, özvegye, különben szintén bátorihoz szított, s az ő érdekében erősítette a szőlősi várat őrséggel és ágyukkal. Az asszony Príni Istvánné egy néhány száz gyalog puskás drabantot küldött jószágából, lovasokat és szakállosokat, azaz az ágyukat, is küldött szőlősre. Azok az más az erdei párthoz tartoznak. Most is reánk vadnak, talán meg is kell vívnunk velük, tudósítja a kassai kapitányt egyik hadnagya. Dobó annál tehát nem volt szükség házasság által nyerni meg az ügynek, épp oly kevéssé a többi dobókat. Megvoltak ők annak nyerve rég, Dobó István az egri hős három évig ártatlanul fogságban tartása sokkal érzékenyebb megbántása volt a családnak, hogy sem azt oly könnyen, minden reverzális dacára elfelejtették volna. István már nem élt, de özvegye és fia, Ferenc, a sárospataki vár ura, szívvel lélekkel csüggött bátori ügyén. A pataki vár pedig fontos erősség volt azon időben, nem nagy, de annál erősebb. Egyik oldalán a bodrog folyó képezte természetes védelmét, a másikra tokaj felé széles és mély árok, és oly magas kőfal, hogy kívülről semmiféle belső épületet nem lehetett látni. Fekvésénél fogva is nagy fontosságú volt. Aki ennek a helynek ura, az bírja a többieket is, tokajt, stb. És Bátori jól ismerte e hely és vár jelentőségét. Ha Magyarországon keresztül ment volna ki a lengyel királyságra, úgy volt elhatározva, hogy patak felé veszi útját, dobójékra támaszkodva. Sőt, már a megelőző évben, 1575, midőn híre járt, hogy bátori hadjáratot indít Magyarországon a császárja ellen, úgy tudták, hogy terve, váradról felkerekedve, Tokaj mellett a pusztákon át egyenesen patakra menni, melyet Dobóné és fia a hadi vállalat biztosítására felajánlottak neki. Súlyok Ferenc, az asszony rokona, maga is súlyok lány lévén, volt a közvetítő patak és erdei között, ahova több ízben küldetett. Egy szénási nevű özvegyasszony, akit házasság szerzés ürügye alatt küldözgetett Dobóné erdélybe, szintén közvetítette a praktikát. A váradi püspök is figyelmezteti, személyesen felkeresvén a kasai kapitányt arra, amit Pozsonyban az országgyűlésen hallott, hogy Dobóné és fia szövetségben van bátorival. Ennek az összekötetésnek lett következménye később a két család rokonsága, midőn Dobó Ferenc nőül vette a bátori István és András testvérét, a fejedelem unokahugát, Erzsébetet, hagymási Kristóf özvegyét. A kassai kapitány Dobóék elpártolását főképp a pataki vár miatt tartja veszélyesnek akik ennek a helynek elhagyását ajánlották, rosszul tanácsolták felségednek, és ő a maga részéről sürgősen tanácsolja, hogy vegye a császár ismét kezébe, és legalább 300 németet küldjön a várba. Patak vára mellett fontos szerepre leendett hivatva a szövetkezettek kezében a munkácsi vár, amely ez időben Mágócsi Gáspár kezén volt, aki szintén bele volt vonva az összeesküvésbe, s annak egyik fő-fő embere mint Felső Magyarország egyik leggazdagabb urának, s mint Bereg és Torna vármegyék főispányának befolyása nagy volt. Ő is azok közé tartozott, kik minden igaz ok nélkül szaporították véderejüket, pedig az ő takarékossága a fölösleges fényűzés nem ismerte. Most háromszáz jó lovasa volt, és pedig szemen szedett válogatott vidézek, mert ezek az urak a legjobb katonákat válogatták, s midőn a császári szolgálatban lévő valamelyik jeles vitézről volt szó, olyan zsoldot fizettek, amin őt addig elég soha. Azt mondta ugyan Mágócsi is, hogy a császár szolgálatjára tartja katonáit, de a császáriak édeskeveset keveset hittek neki. Az összeesküvés részesíül tartották továbbá a homonnai drugeteket, azt a gazdag és hatalmas családot, amely felső zemplént is ungot uralta. István kivételével, akiről az felfedező kapitány nem tud semmit. Ferenc egy időben Ung megye főispánya, akinek leányát Bátori István az országbíró vette el. Fia György, akire Perényi György 1567-ben a terebesi uradalmat hagyta, és Miklós szerepeltek ekkor a családból. Az összeesküvés szálai felnyúltak Sáros megyébe is. Tudjuk, hogy a fejedelem egyik legbizalmasabb embere, alkancellárja, akit Lengyelországba is magával vitt, s ott az erdei kancellária élére állított, a Sáros megyei eredetű Berzevici Márton, Bátorinak Páduában tanulótársa, és élete végéig sorsának osztályosa. De Berzevicin kívül, ki Sárosban többé nem lakott, összeköttetésben állott az ottani urakkal. Így egyik bizalmas embere, Pécsi Gáspár, aki előbb Ferdinánd császár és király udvari híve, s mint ilyen, követségben is járt Rómában Martinuzzi megöletéséért kimenteni császárt a pápa előtt. Még a Bécsi udvarban élt Pécsi, midőn összekötetésbe lépett bátorival, őt az ottani hírekről tudósítgatá. Bécsből ez időben tette át lakását Pécs új falura, honnan az összekötetést fenntartja az erdélyi udvarral. 1576 elején azt izente bátorinak, hogy Hű ragaszkodásának bebizonyítására kész otthagyni minden vagyonát, csak kívánja, feleségével és gyermekével minden estűbe megy hozzá Erdébe. A boldog emlékű Ferdinánd császár volt az ő ura, mégs a császárnak hűséggel nem tartozik, hanem őt, bátorít, ismeri el urának, és neki akar engedelmeskedni. A fejedelem azt izente vissza, nincs még itt az ideje, most még jobban szolgálhat neki ott kint Magyarországon, ha eljö az idő, majd tudtára adja ő. Pécsi Gáspárt saját szolgája, az, akit Erdélybe járatott, árulta el a kassai kapitánynak. Rúber nem késett Pécsit magához idézni, hogy szemére vesse hűtlenségét, de Pécsi harmadszori hívásra sem jelent meg. A sárosi urak közül a bánók is bátorival tartottak. Legalább később nemesség és címerújító levelet kapnak tőle